kapcsoltak bűnbóink kisé elhagyott. Elsőszor mellem megszegezték a tanultát, a kész a leckét, mehetsz játszani, vár a játék, ez kötelesség, ez ajándék. Danya, gyanakszom, tévedd ki az egyszer, a tanulás, a játék, két jó egyszer, s egymással vegyíthető, hajtóanyag lesz rögtető. Játsszuk el hát néhányan kérlek, milyen volt rég a diák élet. A játék nem lesz tudományos, sőt, meg valami kissé hiányos. Mert majd hiányozni fog a nápáca, a sompakot. Rám feladtam már a leckét, kikészült, lássuk, jelentkezzék. Te ott, mi van? Betlen Miklós volt, Erdély kancellár és emlékirapító innen a 17. században. Figyelmezetek mi volt a módjára. Éjjel át a Vadszamár fiatus kórába, és 12 esztendő múlva kijött onnan egy mindenfelé ordító, visító, nagy harcolás. Sem Istenet, sem hazája törvényű, sem a históriákat, még csak a saját maga elődeinek viselő dolgot sem tudta. Mégis vállalkozott arra, hogy országos, politikát és halakat igazolson. Igenis, a kőműves csákány, valami, kő és méz nélkül várat lépítsen. Nem most te, hanem az én évben, az 1650-es években. Én keresztői pár professzorom kezd alatt voltam, három esztendeig ül a Fehérváron. Ki hinné, hogy gyakran nem hibáztam volt. Szerette tanítványait, az a kis őt. Játékra elég idő között. Megelőztem, hogy a gyerek unatkozzék, s felette terheltetvén elidegenedjék a tanulástól. Mi az? Már akkor is beszéltek a tanulók túlterheléséről? Úgy bizony. Kedvelt mondása vala, távol legyen dolgoktól az előző. Hát a körmös, a füles, a nádpálca, a sonfabot, a magyarófogás szépen. Való igaz, nem csak olyan tanítók voltak, mint az egyik. Az oskolák legyé szigorúan. Kérdezzék meg csak meg, Pálóci Horváth Áram énekszerző úr. Ő a debreceni kollégium magyar. Üdvözöllek, fogadok, kitaláljátok, mi szabad és mit érdemli a kollégistáknak. Szabad-e a debreceni diáknak megerülni? Kérdezik. Sikulálni? Kérdezik. Urizálni? Kérdezik. Udvarolni? Kérdezik. Nyereséget kockázni? Kérdezik. Nagy diákkal kockázni? Kérdezik. Erősen kapolni? Kérdezik. Erősen pipázni? Kérdezik. Hajadollányoknak karunkat kínálni? Kérdezik. Lázító könyvet olvasni? Kérdezik. Kardot forgatni? Kérdezik. A tanácsavára hallgatni? Kérdezik. Bizony, ilyen kiváltszék olyan szabad szerelmi professzor kerültes kollában, aki más olyan tanított, mint a kollégára. Itt van Gérdának okáért, harmadik professzor. Ez itt a mélytartáshoz való azzal, elfoglalkozunk. Mélytartunk a pszichológiáját? Nem, mélytázni fogunk a pszichológiát. De előtte azonnal kiszámítunk a nagy mitenizsák törvény szerint, mekkora erővel kell megedni a labdát, hogy a lehetőleg messzebbre szállni. Aztán megvizsgáljuk, miféle fizikai törvényt rejtnék a mintával. Professzor úr, még érem, hogy az öntöntek órákkal mindig szorgalmasan készülünk. Na csak fél, implázás? Nem, tétemesre, bűvédésre. Marcsozásra? Tökérdésre? Jaj, nekem, ha én ezt a sok régi játékot mind ismerném. Mi se értem, de van megtöbbünk a játékosban meg. Úgy tetszik, hogy jó helyen vagyunk itt, úgy tetszik, hogy máskor is voltunk itt. Mulassunk át egy vagy két óráig, még búcsunknak mindig nem adják ki. Még búcsunknak hamar vége része, szegény legény akármerre vége. Akármerre fordítja a kalapját, segény legény így éli világra. Hoho, várjunk a búcsúzással, menjünk tovább egy házban. Ugorjunk be egy pillanatra a nagy hírű Sáros patakra, a felsős vagy már uraszaknak. Ám az elsős sokat kapat, no nem jutalmat, szó se róla, figyelj a történet mondóra. A Vándorkereskedő szamara anyukát a kicsi iskola kapja előtt. A nagyobb diákok hetszelték a csatot, húzogatták a fény. Persze szétrepentek, amikor megjelent a gazdag. Egy kis diák annyira elvérázott, hogy nem is kell itt elszakadnia. A szamara hogy ő kapta igazságtól a pofont. Böngölve rohant az iskolába, de akkor tudok elég között a rendes kis katonába. Magad elé néz, kófut, csördült is a második pofont. Még keserbesebben böngölve rágódott a kincs karakter elé.
Mi a bajom? Nagy méltóságú lehet tudni, hogy kiállítani. Én fizikatanálom, hogy felfogadom. Pedig nem is látottam a szabadat. Micsoda? Kiáltott a rektor. És ha már nem kezdte a tanárra, dúl, elcsapkod a harmadik a kacsit. Most könnyen nevetünk, de hajdan a mentitársnak, a konyának, a bójának, a becúrnak. Bőven kijutott az alkocitársokból, volt aztán nagy Taudinum, a konyát színozta, a szúrtitársok, a tubelni bírósok. Fékezz magad, szólt el kell hozzá, öreg? Tudom, gondoskodtam a főt. Mutasd csak! Volt, aki diák élet szótárs. Ebből látta be azokat a cikkre szokat? Igen, is előtt. Gerundio? Mimpó, Mikoszlók is. Jól kezdődik, Karcer. Fogtalom, Vábi Ártól, Mimpetésből veszem. Kontubernio? Enyeres társaságból is azt vették rá, mint Milán. Akik egy tenyőre kap. Kollációzni? Megvendék. Kik azok a szutrikások? Nagy Piától ők gyűjtették az iskola számára, hogy ezt fogja gyártani. Gárda? Ez világ. Biztos. Vagy azokat a szobavagyánkért, hogy világok társaságát kereszték. Tehát rának, akik a bezúrva és beszársaságban. Hát az mi? Vagy Gaudio? Bizonságban minden az examenek és a vizsgálat után. Akkor énekelték ezt a dalat is. A diákok megtanulj végami és nem búsul. Cseres kancsolat kezelben, valamit is nem zöldben, éj és nem búsul. Megfogadták volna, amire ez a nódban, hát nem hagyhattak volna rá olyan sok hasznos tudomány. Nem lenne ház, nem lenne út, nem lenne hív, nem lenne út. Nem lenne iskola, se téta, és előttünk nem levegne példa. Ediákos a rendőrő, a bölcstanító nevelő. Törjük, kapjuk, és jól tesszük, ha megfogadjuk. Apát vagy a cserek tanácsát, lehet elni a szebb kívánság. No, tehát, a mellettben vagyok végzel a bölcsét, a szívemben, a virtusnak, a szikrány marad, távol, távol legyen minden lágy, könnyű, kényes dolog, keményeket, keményeket keres, tűzön üzem, bősziklákon, havaskon, nyár, kiterjük.